which could. Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit. Egy óra múlva kezdődik a DAC Dinamo Minsk Euroliga odavágó, és hát nem akármilyen szurkolót fogtam itt a nagypapával együtt. Tessék csak nézni ezt a járgányt, én elneveztem DAC Royce-nak, a Rolls Royce után szabadon, és hát megkérdezem a kis sofőrt, a drukkert, aki Bayern trikóban van, hogy hívnak téged? Elias. Hány éves vagy, Elias? Három éves vagy, és mi látszódik itt neked az autókon, az autódon? Kik vannak itt? Milyen focisták? Itt a mögötted kik vannak? Neked rajta? Kik az? DAC? És milyen játékosokat ismersz? Ő például kicsoda itt? Pacsinda. Igen, és mellette? Kalmár, ugye? Kalmár! Igen, és ki a legjobb focista a DAC-ba? Én! Igen, te! És miért van rajta egy Bayern trikó? München drukker is vagy? Igen! És ki fog nyerni ma? FC Bayern! FC Bayern, nem a DAC? Nem a DAC? Hát jó, akkor a papát megkérdezzük. Eliasnak köszönöm szépen, hát tessék megnézni ezt a járgányt. Egyébként a nagypapával van itt Elias, aki Németországból érkezett, hiszen apukája német, Bayern Drucker, hát a DAC-szal kapcsolatos is a Bayern, és a nagypapát ismerik csalló közben, hát Lacikám, Polacek László, a DAC volt masszőre, Isten hozott, és hát külön gratulálok ehhez a kisunokához, azt hiszem még van még egy nagyobb is, ugye? Van, igen, van, még egy 6 éves van, most megy iskolába. Hát és... Egyszeresen járunk mindig ide a DAC arénába, úgyhogy... Bajnoki meccsre, kupa meccsre. Igen, hát aki nem tudná, esetleg a nagymama is sportoló volt, Elias nagymamája, ugye Angyal Piroska lány nevén, Polacekné, régi kézilabdázó, klasszis kézilabdázó, és hát Laci éveket töltött a DAC-nál, mint gyúró. Most mivel foglalkozol, nyugdíjas vagy, vagy még mindig gyúrsz? Nyugdíjas vagyok, már nem dolgozok már én. Azt tudom ugye, hogy... És kijárok ide minden nap. Körbejárom a arénát, úgyhogy örülök neki, minden napról napra szépül, úgyhogy ez van. Tudom, hogy megjártad a Malajziát, Kuwaitot. Úgyhogy sok helyen voltam, úgyhogy a focinak köszönhetem. Úgyhogy. Igen, de a szíved a DAC-é, és hát mit szólsz a mostani DAC-hoz, ez a csodálatos arénához? Rá se ismerné a régi stadion helyére. Minden nap elbeszélgetek itt a szurkolókkal. Mindenki meg van elégedve, és minél jobb, színvonalasabb meccseket lássunk, és semmi más nem kell. Konkrétan, még mielőtt elkezdtük a felvételt, ugye azt mondtad, hogy a Dinamo Minsket jobb csapatnak tartod, mint a Tbilisit? Rutinosabbnak, mert nem ismerem egyiket se, de a Tbilisit már csak annyiból sem, mert olvastam róluk, hogy nagyon fiatalok, és tudtam, hogy azokat meg lehet törni, úgyhogy az be is jött. És az utolsó pillanatig bíztam benne, mert van, aki tudja igazolni. És megjósultam még a kiegyenlítésnél is, hogy nem lesz hosszabbítás, hogy még rúgunk egyet. Na, hát akkor, következett. És akkor a mai meccsről szintén egy jó-jós tehetség vagy ezek szerint. Mit vársz? Egy 2-1-es győzelmet, de 2-0 az még jobb volna, de félek a ellenféltől, mert azért hallottam, hogy gollövővel igen jól állnak, úgyhogy remélem, hogy máma a puskapor nem lesz betöltve. Kitől várod a gólokat? Megint Bajótól, vagy esetleg mástól? Az meglepett engemet, az egy nagyszerű igazolás. Hosszú évek óta nem volt ilyen jó csatár a DAC. Úgyhogy nagyon jó szeme és orra volt, aki idehozta. Nem és számít? És nagyon örültem neki annak a balhátvédnek is, akit innen Zlaté Moravcérül hoztak. Úgyhogy avval is nagyon meg vagyok, egy stabil, erős lábokon álló védő, úgyhogy így tovább, kilesni és minél jobb játékosokat. Akkor itt nem számít, hogy hány helyzetet hagy ki a Bajó, hanem azt számít, hogy mennyi gólt rúg. Na, hát jó van, hát a gólhelyzetekből van a gól, de hát mit lehet csinálni, úgyhogy avval türelmesnek kell lenni, mert az mindig okoz meglepetést. Legyűri,
a hátvédeket, úgyhogy nagyon jó a test-test elleni harcba is. Úgyhogy. Köszönöm szépen, Lacika, és akkor Eliász, még egyszer, ma a Dac játszik a Minskkel. Ki fog nyerni szerinted, a Dac vagy a Dinamo Minsk? Ki fog nyerni? Eci Bayern. Diaci. No, mert ő Bayern. Bayern ő. Igen, tehát a Eliász, aki Bayern drukkel, Münchenből érkezett, a papával, Polacek Lacival. Laci 2-0-ás Dac sikert jósol, hát egy óra múlva kiderül, illetve hát több mint egy óra múlva, egy 3 óra múlva, amikor vége lesz a meccsnek, egyelőre ennyit.